Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperest arról kérdeztük, hogy mennyire rendezettek a református temetők, illetve a továbbiakban milyen fejlesztési elképzeléseik vannak. Ahogyan az esperes elmondta, a tavasz beköszöntével, a fák, bokrok virágzásával a 25 hektárnyi, mintegy 4 temető terület komoly feladat elé állítja a temető esztétikumáért dolgozókat. Mindent megtesznek azért, hogy a növényzet burjánzásával párhuzamosan végezzék el a takarítási munkálatokat. Szépen nőnek a füvek, a gyomok, a cserjék. Hát emiatt a temetőnk most elég kuszált állapotot mutat mindegyik. Ezt nem bírjuk követni, tehát annyi emberrel, amennyivel mi dolgozunk, hiszen összesen 4 temetőnkre van. Ha az alkalmazottakat veszem figyelembe, akkor van 3 állandó alkalmazottunk és 2 kiközvetített, tehát ez összességében 4 temetőre, egy olyan 25 hektárra van 5 emberünk. Ezért elnézést kérünk, hogyha nem tudunk úgy haladni, mint ahogy a természet tud fejlődni. Azt tudom mondani, hogy javult a kultúránk, hiszen most már kevesebb olyan szemetet találunk a temetőben, ami kommunális szemét, a háztartásokból valók lennének, kevesebb a betontörmelék, tehát sok mindenben azt hiszem, hogy fejlődünk, és ezt örömmel tudom elmondani. Emiatt, hogyha sikerül a növényzet burjánzásával párhuzamosan a takarításokat elvégezni, akkor azt hiszem, hogy nem sokára újra szép állapotban lehetnek a temetők. A továbbiakban azt is megtudtuk, hogy az előttünk álló napokban indul útjára a burjódülői temetőben a temetői kerítés nyomvonalának a felmérése, majd kiépítése. Az ígéretünket meg fogjuk tenni. Éppen a jövő héten indul el a borjódülői temetőben a temetői kerítésnek a nyomvonalának a felmérése, és elkezdjük kiépíteni, mert ugye ez 2 fázis, az egyik a nyomvonal kialakítása, mert azokon a helyeken, ahol a temető határ van, ott most jelen pillanatban is többnyire fás cserés viszonylatok vannak, és hogyha az, és fogják is látni a kedves televízió nézők, ha az megtörténik, akkor utána pedig a temetői kerítés létrehozása, kialakítása lesz. Tehát jó reménységgel azt tudom mondani, hogy augusztusra azért a temetői kerítésnek meg kell lenni a borjódülő körül. A kapu az kevésbé reális, ahhoz sokkal több idő kell, hogy megterveztessük. 2 végén a temetői kijárat, bejárat viszonylatában ott azért még azt meg kell tervezni. Ott kell majd egy autóforgalomnak, illetve személyforgalomnak megfelelő kaput kialakítani, de az is remélem, hogy azért október környékére meg lesz. Tehát ezt tudom mondani, hogy jó reménységgel október végéig azért a halottak napjára legalább az egyik temetőnknek a dolgában jelentőset tudunk lépni. Koncz Tibor szólt arról is, hogy a déli temetőben egy új ravatalozót szeretnének. Erre nincs pályázati forrás, így önerőből mintegy 50 millió forintból kerül majd megvalósításra. A másik vágyunk, gondolatunk, hogy egy új ravatalozó kellene a déli temetőbe, hát ott sajnos semmiféle pályázati lehetőség nincs, azért ez 50 millió környékén van legalább, ez irreálisnak tűnik, de ezen is gondolkodunk, hogy főleg a tetőt kell valami úton, módon megoldani. Ez lehet, hogy meg kell, hogy oldjuk attól függetlenül, hogy nekiálljunk is egy új temetői ravatalozónak a tervezhetését és kialakítását elvégezzük. A kialakult járványügyi helyzet a temetések mikéntjét és a ravatalozó használatát nagy mértékben befolyásolta. A feloldások lassan bekövetkeznek, viszont a szájmaszk és a megfelelő védőtávolság betartása még mindig a fő szempontok közé tartozik. Temetések ügyében pedig azt tudom mondani, hogy ez a veszélyhelyzet azért befolyásolta a temetői működésünket. Nyilván nagyon sok esetben igényelt megértés, türelmet a kedves hozzátartozóktól, hiszen szűkült a lehetősége a temetők temetési alkalmak megtartásának, ravatalozó használatát például erősen korlátozta a országos, másrészt pedig a belső egyházi szabályzásunk. Ennek a feloldása most történik, tehát folyamatosan, várhatóan a következő hetektől
újra visszaáll a régi rend, ez azt jelenti, hogy nem lesznek korlátozások lélekszámban, és nem lesznek korlátozások az épület használatban. Egyelőre tudomásom szerint még ez a másfél méteres távolság megvan, illetve a védő szájmaszk használata. Ezt továbbra is figyelembe kell venni, és továbbra is kérem, hogy e szerint járjanak el. De maga a körülmény az viszont már kedvezőbb lesz. Én azt kívánom egyébként, hogy ne kelljen egyáltalán senkinek sem a temetőben megjelenni ilyen alkalmon, de ha kell, ha így hozza az élet, hiszen hozzátartozik az élethez az elmúlás, akkor viszont mindenképpen kérem, hogy vegyék figyelembe és kövessék a tájékoztatást, hogy milyen módon kell megjelenni, milyen módon kell ezt a szomorú bár, de többnyire családi alkalmat levezetni. Az egyházközség hivatala június 2-től a megszokott rend szerint működik, így ha bárkinek kérdése adódik, akkor bátran keressen meg bennünket, mondta el az esperes.